Színes műsorokkal is gyártja gyújtással készül minden éven, így idén is a Sátorai Újhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ az adventi időszakra a város lakóival közösen. A kidíszített sétáló utca a város fája meghozza a várakozás örömét. Az első adventi program december 3-án 15 óra 30 kezdődik, ahol Budai Né Bodnár Edith a kosutlajos Művelődési Központ igazgatója mond köszöntőt. Ezután pedig már hagyomány, hogy az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és óvoda adventi műsorát láthatják az érdeklődők. Van, már 8. éve, hogy készülünk az adventi hétvégékkel, itt a Jói helyben, mégpedig a rendezvény téren, illetve a szökőkút környékén. Már a kollégáim kint vannak a téren, hiszen építik a Berlemi Jászolt, illetve a szökőkútra épül a megszokott adventi koszorú, illetve egy színpadot is fogunk építeni. Úgyhogy a négy hétvége vonatkozásában itt zajlanak majd a programok, mégpedig de december 3-án, 10-én, 17-én és 24-én készülünk itt az adventi várakozás jegyében. Ez már megszokott dolog, hogy ilyenkor felkérjük a helyi civil szervezeteket, művészeti csoportokat, illetve a, a, a diákokat, óvodásokat, akik fellépnek a, a négy hétvége vonatkozásában, illetve ö, megszokott időpontban, tavaly egy kicsit előre hoztuk a a, a, kulturális programot, tehát többségében 15 órától kezdődtek majd a programok. A negyedik gyertyagyújtás december 24-ére esik, így akkorra nem szerveztek külön műsort, de gyertyagyújtásra is ünnepi gondolatokra várják a központ munkatársai az érdeklődőket. Ezek mellett pedig már december 6-án a Mikulás is várja a gyerekeket a sétáló utcán december 6-án pedig várjuk a Mikulás bácsit ide sátoralja új helybe is, pontosabban a sétáló utcára. 16 órától már találkozhatnak a gyerekek, illetve fotózkodhatnak is majd vele, és fél öt magasságában pedig az Zemplén Turizmusért Egyesület szervezésében Mikulás vonat indul majd itt a városban. Ugyanezen a napon még lesz egy színházi előadásunk is, pedig a körúti Színház művészeinek az előadásában. Erről azt kell tudni, hogy egy vármegyei pro projektről van szó, tehát itt a Krúti Színház művészeinek előadásában egy Charles Dickens darab lehet, le, lesz majd látni a színházban a karácsonyi ének címmel. Budaini Bodnár Edit hozzátette még, hogy december 16-án Kós a karácsonyi műsorát láthatják az érdeklődők a református templomban. Valamint már a szilveszteri programok is összeálltak, így a szokott helyen este 22 órától a dupla kávé együttes kezdi búcsúztatni az óévet, majd Danko Énes mond újévi köszöntőt, ezt követően pedig az új év köszöntésére is várnak mindenkit.